Már itt a Városi Művészeti Múzeumban is az új rendszer szerint lehet jegyet váltani. Egy új kormányrendeletnek köszönhetően ugyanis július 26-ától más-más kedvezmények érintik az intézmények látogatóit. A törvény értelmében ingyenesen tekinthetik meg a tárlatokat a 6 év alatti kiskorúak, a fogyatékkal élők és egy kísérőjük, a közoktatásban dolgozó pedagógusok és a legalább 400 fős létszámmal rendelkező országos hatáskörű közgyűjteményi szervezet tagjai, valamint azok, akik már betöltötték 70. életévüket. A kedvezményes rendszer átalakítása azonban más területeken is újításokkal szolgál. Új eleme ennek a módosításnak az, hogy életkortól függően adja az 50%-os kedvezményt, ezért 6 éves és 26 éves kor között látogathatják 50%-os kedvezménnyel a látogatók, ez ugye a korábbi diákjegynek az értelmezése, illetve 62 év felett, tehát 62 év és 70 év betöltése előtti időszakban adhatunk 50%-os kedvezményt a korábban nyugdíjas jegyként nevezett jegykategóriában. Megszűnt a támogatott jegyvásárlás a főiskolai, illetve egyetemi oktatók számára is, de a társintézményeket eddig ingyenesen felkereső dolgozók is kötelesek jegyet váltani. A Városi Művészeti Múzeum korábbi akciói természetesen továbbra is fenntartja. Például azt, hogy a múzeum baráti kör tagjai ezentúl is ingyenesen nézhetik meg az állandó és időszaki kiállításokat, de a kedvezményes iskolai bérletek is megmaradnak.